Az elmúlt napokban egy gránátot találtak Pakson az Öreghegyen. A robbanó szerkezetre egy család bukkant rá, akik az utcájuk melletti szántóföld szélén kutyát sétáltattak, mintegy 50 méterre az ingatlanjuktól. A 30 centi hosszú és 8 centiméter átmérőjű, vélhetően II. Világháborús katonai gránátról a kiérkező járőrök azonnal értesítették a tűzszerészeket. Tekintettel arra, hogy egy kormányrendelet határoz arról, hogy milyen esetekben kell azonnal intézkedniük a tűzszerészeknek arról, hogy bármilyen tűzszerészeti dolog megsemmisítését végre kell hajtaniuk, mivel ez a gránát ez B-kategóriásnak minősül, tehát nem közterületen, nem a lakóházak között került feltalálásra, ezért 30 napja van a tűzszerészeknek arra, hogy ezt a gránátot a helyszínről eltávolítsák, vagy megsemmisítsék akár. A kordonszallaggal körbekerített tárgyat megközelíteni nem szabad, sőt tilos, erre nyomatékosan hívja fel a figyelmet a rendőrség. Annak ellenére, hogy nem minősül túl veszélyes tűzszerészeti eszköznek, bármilyen nagyobb külső hatásra, nyomásra, ütlegelésre akár fel is robbanhat. Büntetőjogi eljárást is vonhat maga után a kordonszallagon belüli behatolás.